Jens Stoltenberg, NATO főtitkár pénteken bejelentette, hogy meghívta Volodymyr Zelenszkij elnököt a szövetség nyári vilniuszi csúcs találkozójára. Az ukrán államfő elfogadta azt, és részt vesz az eseményen. Stoltenberg szerint a csúcs találkozón meg kell erősíteni Ukrajna támogatását, és el kell fogadni egy többéves programot, amely segít az országnak áttérni a szovjet normákról és doktrinákról a NATO normákra. Csütörtökön Jens Stoltenberg NATO főtitkár Kijevben tett be nem jelentett látogatást, találkozott Volodymyr Zelenszkij elnökkel is. A főtitkár kijelentette, hogy Ukrajna jövője a szövetségben van, ezért a NATO mindent megtesz ennek elősegítésére. Sem az ukránok többsége, sem az európaiak többsége, sem az egész NATO térség lakóinak többsége nem fogja megérteni a szövetség vezetőit, ha ezen a vilniuszi csúcson Ukrajna nem kapja meg a jól megérdemelt politikai meghívást a szövetségbe, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszkij a találkozó során.